Nagy Cserkesz fő utcáján még alig vannak árusok. A helyiek azt mondják, a szabolcsi dinnye mindig késik egy-két hetet a Békés megyeihez képest. A nagycserkeszi termelők a néhány korán leszületett dinnye mellett ezért főleg barackot és fúliában termesztett zöldségeket árulnak. Azt mondják, a gyümölcs ára magas, a zöldségé viszont alacsonyabb a korábbi évek átlagaihoz képest. A sárga barack pillanatnyilag elég húzós áron van, még az nem kezdetinek megfelelő, mert még az 3-400 forintos áron van, tehát a befőzési szezonnak még a drága. Az őszi barack, hát az is még elég borsos áron van. A termés az megközelíti a tavalyi terméseket, sárga barack is, az is megfelelő. Paprika, paradicsom szintén, az mondjuk az árfolyama eléggé lent van. Egy vásárló már nyírteleken meséli a stábunknak, hogy bár korábban is vett dinnyét, de az import gyümölcs nem ízlett a családnak. Vettem dinnyét, igen, ezekben a szupermarketekben, mert két gyerek van, de nem nyert el a tetszésünket, de csak a magyar dinnyét vesszük azóta, mióta beérett, kezd beéregetni, úgyhogy azt vesszük. Olá Sándor azt mondja, ilyenkor már a hazai gyümölcs ára sem annyira fontos. Lényegesen jobb, de ilyenkor már az ember nem nagyon az árát nézi, hanem az, hogy finom, meg magyar termék. Nyíregyháza közelében egy termelő azt mondja, egyelőre még nincs szabolcsi dinnye a kereskedőknél. A helyi gyümölcsre még legalább egy-másfél hetet kell várni. Ez még Békés megyei dinnye, lentről származik. Hát nálunk az árfolyama 140 forint, 139 forint. A várostól távolodva az árak is mérséklődnek. A 41-es számú főúton orost elhagyva már szinte minden kereskedőnél 100 forint alatt van a hazai görög dinnye kilója.